Szeretett testvéreim, kedves Dani és István, a pap szentelés által, de már a diakonus szentelés által is az Úr lefoglal titeket magának. Lefoglalja kezeteket, lábatokat, fületeket, szemeteket, nyelveteket, értelmeteket, akaratotokat, és mindenek előtt a szíveteket. Áldást osztani, áldoztatni, megkenni olajjal a betegeket, a keresztelendő és a megkeresztelt gyermekeket, erre szolgálnak a kezeitek. Vinni Krisztust a testvérekhez, erre használjátok majd lábatokat. Hallgatni, olvasni és tanulmányozni Isten igéjét, meglátni őt a természet szépségeiben, a vele kapcsolatos művészi alkotásokban és az emberek szemében. Erre szolgálnak füleitek és szemeitek. Hirdetni őt, tanúságot tenni róla, választani az emberek filozófiai, a hittel és az erkölcsel kapcsolatos kérdéseire, inteni, figyelmeztetni, buzdítani és vigasztalni az embereket a Szentlélek erejével. Ehhez kell használatok majd a nyelveteket. Ehhez kell felhasználnatok értelmi képességeiteket, és a nehézségek leküzdéséhez pedig használni kell az akarat erejét. Amikor a szív átadásáról beszélünk, akkor az értelem és az akarat mellett az érzelmek felajánlására is gondolunk. Kérnetekkel Krisztustól a könnyek karizmáit is. Nem csak a bánat könnyeire gondolok, hanem az öröm könnyekre is. Hogy azokkal, akik örülnek, örülni tudjatok. Hogy a sírókkal együtt sírjatok. Gondolok itt a befelé hulló, szemmel nem látható könnyekre is. Legyetek hasonlókká ahhoz a Jézushoz, aki megsíratta Lázárt, megsíratta Jeruzsálemet. Földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között könyörgött a mennyei atyához az olajfák hegyén. De tudott Jézus örvendezni is. A kánai mennyegzőn együtt örült az ifjú párral és a nász néppel. Baráti körben tréfálkozva, Boanergeseknek, azaz mennydörgés fiainak nevezte Jakabot és Jánost. Kiterő örömmel dicsőítette az atyát. A meg nem szűnő örömről beszélt az utolsó vacsorán, szenvedésének előestéjén is, amikor a feltámadás utáni viszontlátásra utalt, most ti is szomorúak vagytok, de viszontlátlak titeket, akkor majd örül a szívetek, és örömötöket senki sem veszi el tőletek. Én azt hiszem, Isten fia többek között azért lett emberré, hogy az ember az ő Istenét sírni lássa, és ezáltal az Isten közelebb kerülhessen az emberek szívéhez. Az Úr Jézus egyénisége egyébként annyira gazdag és sokrétű, hogy azt kimeríteni nem lehet. Nem csoda, hogy a történelem folyamán oly sokféleképpen ábrázolták őt. Volt, amikor a tanító Krisztus került a középpontba. Később az eltévedt bárányt vállaira vevő jó pásztor, aztán a teremtő és ítélő pantokrátor, a középkorban pedig a kereszthordozó és a keresztre feszített pöviskoszorús mester. Alapok Szent Mária Margitva is a 16. század óta az a Krisztus a sláger, akinek szeretettől lángoló szíve van. És vele együtt ünnepeljük természetesen Szentanyának, a Szűzanyának a szívét is. Kedves testvéreim, tartsatok eleven kapcsolatot
ezzel a szeretettő lángoló szívű Jézussal. Nem csak azért, mert kőkemény korban élünk. Túl két világháborún, több holokauszton, azaz népirtáson, mert a tévécsatornákat és a világhálót elözönlik az erőszakot ábrázoló, sőt az erőszakot idealizáló műsorok. És nagyon fontos, hogy mi megmaradjunk a szegények, a gyengék, a kiszolgáltatottak védelmezőinek, akik még ellenségeikért is tudnak imádkozni. Vállon tudják ölelni azokat is, akik bántanak minket. A Jézus hívekultusz azért is fontos, mert megóv minket a felszínességtől, a kicsinyességtől, amely túl nagy hangsúlyt helyez kevésbé lényeges dolgokra. Ha megszűnnénk a szív emberei lenni, könnyen farizeusokká válhatnánk, akiknek a 10 parancsolat nem volt annyira fontos, mint saját hagyományaik. Akik nem a templomra esküdtek, hanem a templom aranyára. Nem is az oltárra, hanem a rajta lévő áldozati adományra, ahogy Jézus mondja. Hallottam olyan esetről, hogy egy paptestvér állandóan ostorozta egy templom építőit, azért, mert a templom nincsen keletelve. Na és, mi a fontos, mondhatnánk Jézussal, a templom a fontos, amelyben Isten jelen van, amelyben Jézus ott tartózkodik a kenyér és a bor színe alatt, amelyben emberek imádkoznak és énekelnek, vagy a keletelés. Tudom én, drága testvéreim, hogy fontos a külső megjelenés is. Fontosak a szép énekek, ezekben hál' Istennek van részünk. Fontos a tiszta és ápolt külső, a szép berendezés. Fontos a füstölés is. De higgyétek el, nem ezek a leglényegesebbek. Fontos a szálka is, de fontosabb ennél a gerenda. Fontos a szúnyog is, de még fontosabb az elefánt. A gerenda jelen esetben a megalapozott hitet jelenti. A szenvedéseken, csalódásokon is felül emelkedő reményt, és mindenek előtt a szeretetet, és a szeretettől lángoló szívet, és az ebből fakadó jó cselekedeteket. A helyes Jézus hívekultusz megóv minket az egyoldalúságtól. Nem válunk Istenről megfeledkezett nyüzsgő aktivistákká, akik állandóan szaladgálnak, rohangásznak, és nem érnek rá imádkozni, elmélkedni, akik futva végzik még a liturgiát is. Nem válunk embertelen istenimádókká sem, akik szeretnek hosszú köntösben járni, megnagyobbítják köntösük bojtjait, színleg nagyokat imádkoznak, közben pedig elhanyagolják az igazságosságot, az irgalmat és a hűséget. Akiket nem érdekel a nép nyomorúsága, a szegénység, azok, akik még el sem jutottak az evangéliumra, az evangéliumi hitre, remény híján és Isten nélkül élnek a világban. Nekünk őrájuk is gondolnunk kell. Arra kérlek még benneteket, kedves szentelendő testvéreim, hogy a diakonus szenteli szövegnek megfelelően törekedjetek a mértéktartó tekintély megszerzésére és megőrzésére. Legyetek tudatában annak, hogy a katolikus anyaszentegyház képviselői vagytok mindenütt, nem csak a templomban, hanem az iskolában. Ha meglátogatjátok a családokat, ha elmentek valahová szórakozni, akár egy futballmeccsre vagy egy kézimeccsre, ti ott is és mindenütt az egyház képviselői vagytok. Ugyanakkor maradjatok mindig szelídek és alázatos szívűek. Szent Pál azt írja Timóteusnak, az Úr szolgája, ne veszekedjék, inkább legyen mindenkihez barátságos, tanításban ügyes és türelmes,
ellenfelei szelíde nincse, hát ha megadja nekik Isten a megtérést, és felismerik az igazságot. Sem én, sem ti, nem a mennyből szálltunk alá. Mindannyian édesanyától születtünk. És a megkereszteltekkel összefűz bennünket Isten gyermekségünk is. Testvérek vagyunk a testvérek között. Drága testvéreim, ne féljetek a kudarcoktól. Isten minden jó szándékú erőfeszítés számon tart és megjutalmaz. Higgyétek el, hogy az átmeneti vereségek után is miénk a végső győzelem. Hogy a hosszan tartó lelki sötét éjszakák után is föl kell majd a nap. És az eredménytelen halászatot is követni fogja majd a csodálatos halfogás. Szeretném még elmondani, testvérem, hogy bízunk bennetek. Én magam is, előjáróitok is, s általában mindazok, akik ismernek titeket. Azok a szavak, amelyeket a szeminárium rektora mondott, hogy a keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsítom, hogy méltónak találtattatok, erről én magam is meg vagyok győződve. Itt most úgy zárójelbe azért megjegyzem, de nem mellesleg, hogy mondjatok köszönetet mindazoknak, előjáróitoknak, hozzátartozóitoknak, paptestvéreiteknek, mindenkinek, akik segítettek titeket, hogy eljussatok idáig. Az oltárhoz vezető úton, akik támaszaitok voltak. Az Isten népe várt titeket, köztük sok fiatal is. Ígére, kegyelemre, jó pásztori szeretetre várnak ők. Töltse el lelketeket az Úr iránti nagy-nagy bizalom. Igen, ő benne bízzatok, akinek a neve Emmánuel. Ugye tudjátok, azt jelenti, hogy velünk az Isten. Aki így búcsúzott el tanítványaitól, íme én veletek maradok minden nap a világ végéig. Ma lenne egyébként páduai szentantal emléknapja is, hogyha most a Zsizanya Szent Szívének az ünnepe nem szorította volna ki a mai napról Szent Antal emléknapját, de azért egy ferencesnek, Asszisi Szent Ferencnek az imája alapján írt szöveggel szeretném befejezni a prédikációt. Tegyen titeket az Úr a béke eszközévé, ahol gyűlölet van, ott szeretni tanítsatok, hol megbántás van, oda vigyetek bocsánatot, ahol viszálygyul, legyetek szíveket egyesítő erő, ahol tévedés van, az igazságot vigyétek oda. Ahol a kétség dúlott, tanúsítsatok hitet, a reménytelenségbe árasszátok a reményt, a sötétségbe sugározzátok a fényt, a síróknak örömhírt vigyetek, a szomorkodóknak vigasztalást. Vigasztaljatok ott is, ahol nem vigasztal senki. Értsetek meg mindenkit, ha nem is ért meg titeket mindenki. Nem szeretve is tudjatok másokat szeretni. Kívánom, hogy adva kapjatok, magatokat feledve találjátok meg önmagatok. Megbocsátva nyerjetek bocsánatot, és Krisztussal élve halva nyerjetek örök életet. Amen.